Kerékcsere zajlik éppen a Mátyás király körúton. Ez a székesfehérvári édesapa 3 perc alatt teljesítette a cserét a feladatsor utolsó állomásán. A Ciráki család nem először látogatott ki a közlekedik a család vármegyei döntőjére. Egy remek családi programnak tartjuk, 2 éve voltunk először, akkor is teljes családdal kihoztuk a gyerekeket, most is kihoztuk a gyerekeket, kikapcsolódás, szórakozás, igazából remek családi program. Az autós ügyességi feladatokon kívül egyebek mellett kerékpározás, elsősegélynyújtás, valamint kreszteszt is várta a látogatókat. Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság által meghirdetett országos vetélkedő sorozat vármegyei fordulóját a Fejér vármegyei rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága 13. alkalommal szervezte meg. A már évek óta nagy népszerűségnek örvendő megmérettetés célja, hogy felhívja az állampolgárok figyelmét a körültekintő megfontolt és példamutató közlekedésre. Tapasztaltuk, hogy a gyerekekkel foglalkozunk, tanítjuk nekik a közlekedési szabályokat, a fontos dolgokat, hogy biztonsági övet használjanak, ők fognak a szülőkre is rászólni, hogy hát azt tanultuk a rendőrbácsitól, a tanárnénitől, a tanárbácsitól, hogy be kell kötni. Tehát a gyerek is hat a szülőre, meg a szülő is a gyermekre. És ezért gondoltuk azt, hogy ha családi vetélkedőt tartunk, akkor egyszerre tudjuk az egész családot megszólítani, hiszen nagyon sokszor együtt közlekednek, illetve ez kihat majd az önálló közlekedésükre is a gyerekeknek. A székesfehérvári versenyen olyan gyermekes családok vehettek részt, ahol legalább az egyik szülőnek van érvényes B-kategóriás vezetői engedélye, és legalább egy gyermek életkora 6 és 17 év között van. A rendezvényen a családok játékos formában mérték össze elméleti és gyakorlati tudásukat. A versenyen legeredményesebben teljesítő családok képviselhetik Fejér vármegyét a pécsi döntőn augusztusban. A győztes pedig egy új autó boldog tulajdonosa lehet majd.